tudásom azért volt csodálatos. Tartalmas életpályát tudhat a háta mögött a sokak által ismert dr. Nagy Bozsóki József. A Sátoraljai Újhelyi Kórház patológusa, nagy tiszteletben álló ember. Mint mondja, sokat köszönhet régi iskolájának, a Rákóczi Gimnáziumnak, ezért is beszél szívesen a fiatalokhoz. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumában tartott előadást arról, ő hogyan élte meg diákkorát, és az ott tanultak, miként hatottak az életére. Tisztelt ide tartozó tanárok és nagyon kedves diákok! Nem tudom kellő mértékben megköszönni ezt a mai fölkérést, mert az embernek a dolgai rendezettségével születik meg a teljessége, a boldogsága, és ha ez valahol sikerül, akkor egy ilyen emlékedése és beszámolóra való fölkészülés alkalmat ad arra, hogy az ember sok mindent végig gondoljon. Mindenek előtt azt kell előre bocsátanom, hogy a Jóistennek nem tudom megköszönni, hogy ide kerültem 1952-be, 60 éve Sárospatakra, és ennek az iskolának a diákja lehettem, és különösképpen azt, hogy szenzációs, csodálatos személyiségű és egyéniségű tanáraink voltak. Amikor átadták a gimnáziumot az államnak, azt hiszem volt egy olyan kikötés, hogy a tanári kar marad. És ez egy óriási dolog volt, mert itt működő, azt hiszem nagyon alaposan kiválogatott és megválasztott tanárok lettek a tanáraink, és egyiknek jobb volt a adottsága és a képessége, mint a másiknak, és nem a tananyagot tanították nekünk csak, hanem egy olyan példát mutattak, ami elengedhetetlen az ember személyiségének az alakulásában. Ma már így 60 év távlatából, ha az ember végignézi a szigorúan tudományos és egyéb úton nyert mérési adatokat, akkor megdöbbentő adatot kell elmondanom és ismertetnem nektek is. 4 éves korunkra kész vagyunk. 4 éves korunkra. Verba movent extrempla trahunt. A szó csak megindít. A példa vonz. Tehát azt, hogy én mit látok otthon, a környezetemben, az apám, az anyám, nagyszüleim, testvéreim, egyebek, az egyszer és mindenkorra meghatározza, hogy azt, amit én tanulok, vagy amit meg kellene tanulnom, sok mindent, viselkedés és egyéb dolgokat különösképpen, azokat a dolgokat ahhoz rendelem hozzá, amit 4 éves koromig láttam. Valami hihetetlen. Mérve, bizonyítva, stb. Stb. Tehát nem egy légből kapott kis idea, vagy eszme, vagy valamilyen eszmefuttatás, hanem egy nagyon komolyan elérhető, kézenfogható, megragadható valóság, amit mondok. Nekem ilyen vonatkozásban az indulásom azért volt csodálatos, mert egy 8 gyermekes család első gyereke voltam, és nyilván a szüleimnek akaratlanul is az első segítője a többi testvéreknek a terelgetésében, és hát volt, amikor ugye egész komoly feladatokat kellett ellátnom. Ami még hihetetlenül fontos, hogy ismertem a nagyszüleimet, az összes nagynénit, nagybácsit, a tágabb rokonságot, a dédszüleimet ismerhettem. Szóval valami olyan hihetetlen ajándék, amit azt hiszem, hogy nem tudunk kellőképpen megköszönni a Jóistennek, hogy ha ezt megérhetjük.
rengeteget kap az ember a környezetétől és a környezetében élő emberektől. Különösen, hogyha azok még ráadásul valamilyen vonatkozásban rokonok is. Ez az indítás és az, hogy olyan környezetbe, egész kis gyerekkoromban, Jávorkút, Lilafüred, Újmassa, tehát egy hihetetlenül elzárt és bizonyos vonatkozásban magányosságra késztető környezet volt az, amiben én hát alakultam, és hát az egyetlen, ami az ember számára elérhető volt, és mindig valamilyen élményt jelentett, vagy tanulatot, a könyvek. Rengeteget olvastam, és nyilván ez hozzájárult ahhoz, hogy nem teljesen hát talajtalanul szedtem fel azokat a dolgokat, amiket itt Sárospatakon is kaptam. A gimnáziummal kapcsolatban a nagy élmény azzal kezdődött, hogy 64-ben kint varázsunk a bodorok közben, apám erdész volt, nagyapám is, visszamelőim is vagy 200 évig, úgyhogy nyilván volt valami ilyen jellegű indítatás, és amikor Csopakról ide került a Komárnővére igazgató, akkor ő, neki volt egy ilyen hát keftelése, és a fiával együtt mi is elkísértük a vadászatra, és vártunk a vonatra a Sátoraljóhelyen, és így december tájba, és a igazgatóm egy csodálatos verset idézett. De nyárutól, mikor a kék havasból omlott a köd, s leszállt az ősz vele, a beláthatatlan közruhás magasból szarvas bőgés búgott a völgy bele, s akkor párhát zihált remegve szája, idegen lett palánkos otthona, idegen lett testvére, mossohája, s közbe hördült, mint az orgona. Kírta Béla bácsi, Április Lajos. Hétfőn már itt voltam a könyvtárba, és szeretném ezt a könyvet, április könyvet meg kivenni. És volt egy kis kedves teológ, egy idős hölgy, és mondja, hát ő azt nem tudja, hogy szabad-e. De hogy mindjárt megkérdezte a professzor úrtól, és kijött Újszászi Kálmán bácsi, és azt mondja, hogy hát ne haragudjon, fiam, hogy megnézem, hogy ki keres itt 1954-ben április 5-et. Hát mondom, én professzor úr. Azt mondja, nem keresi senki. Hát mondom, nem baj. Először csak a olvasóba kaptam meg a Halusi Elégiát, aztán kivehettem, akkor megpróbáltam egy nagyon rossz írógépen leírogatni belőle. Hát nagyon nehezen ment, és mivel hogy minden este olvastam, minden este egy-két verset, egyre inkább magamévá tudtam tenni, és ez azt jelenti, hogy nem csak az aranymosó balladáját és a Halusi Elégiát és számtalan verset és a nagyidejű pásztorokból is, a drámából is rengeteg bennem maradt, mert annyira emberi és annyira csodálatos, ahogy leírja ezeket a különböző hát dolgokat, hogy a legkisebb mértékű affinitásunk, érzékenységünk lehetőséget ad arra, hogy ezeket a dolgokat megjegyezzük, illetve magunkévá tudjuk tenni. Következő évben mondom professzorunknak, hogy megyek Erdélybe, áprilisban meg akarom keresni. Azt mondja, nem kell neked Erdélybe menni, Szent György pusztán él. Nem akartam elinni szinte. És mit az Isten, elmentem és megkerestem, megkereshettem. Igen nagy szeretettel és örömmel fogadott, és azt mondta, hogy a bátorságomat becsüli, mert amikor ő kinyárt Párizsba, nem mert bemenni Adihoz. Én mondom, meg elmertem jönni Április Lajoshoz. Úgyhogy
minden nyáron, sőt még a téli szünetben is egy-egy alkalommal elmentem hozzá, és nyáron összevágtam a téli tüzelőjét, lévend olyan adottságokat adott az Isten, és azokat még fejlesztettem is, hogy nem okozott különösebb gondot. Csodálatos séták a nagy villámgyűlőbe, a várba és a legkülönbözőbb helyeken, és ez egy olyan mélységű ismeretanyagot is adott, és azt, ami bennünk van és bizonytalan, visszaigazolta, hogy helyes, jól gondolod, ezt így kell csinálni, és ez. Most ez volt az egyik rész, tehát ez volt a személyiség alakulásnak az a lényege, hogy a személyiségünk az egy pszichofizikai egység, tehát egy lelki, szellemi és a testi lényünk, létünk. És ennek a dinamikus organizációja, ennek a szervülése az, ami meghatározza, hogy hogy viselkedünk, hogyan válaszolunk a környezetünkbe adódó kihívásokra, problémákra, és hogyan oldjuk meg azokat. Ebben volt óriási segítségemre a gimnázium és a gimnázium tanárai, dr. Egei Antal. Tőle hallottam először Niels Bohrról. A életemben, a gondolkodásomban hihetetlenül meghatározó a komplementaritás elve. Az egymást kölcsönösen kiegészítő gondolatok. Nem igaz az egyik, nem igaz a másik, mind a két oldalról meg kell közelíteni, és akkor van valószínűsége annak, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy közelebb kerültem az igazsághoz. Igazság csak egy van egyébként, azt tudjátok, mert a dómjaink mind azzal vannak ugye tele, hogy ego sum via veritas et vita. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát nyilván, és az csak egy van, azt mi sose fogjuk tudni. Heisenberg 37-ben megírta a határozatlansági rációt, ugye, mikor Helgoland szigetén a delta x delta p egyenlő fél hadron. Addig tudunk menni a tudományunkba, utána nincs tovább. És Bohr volt az, aki azt mondta, hogy a kvantummechanikában, a kísérlet során kizárólag és csak is a kérdés feltevéstől függ, hogy a válasz hullám vagy részecske lesz-e. Na most ugye ott volt 18, Einstein, hamarabb kelt fel a csillag a nap mögül, mielőtt mielőtt tényleg kijött volna. Hát hogy létezik az? Hát akkor foton, elhajlik. A nap gravitációja elhajlítja. Hát interferencia, meg a hullám, meg hát egyebek, a mikroszkópjai, meg az hullámmal dolgozik. Tehát akkor most hullám vagy részecske? Egyik sem. Mert mind a kettő egyszerre. Az a kérdés, hogy milyen környezetben van. Nagy gravitációs térben a fény így jár körbe. Nálunk ugye egyenes vonalú, egyenletes terjedése van, 300.000 km per szek. Tehát nyilván, ha ezt az ember tudja ezt is, és valahol el tudja helyezni pontosan ezt a dihotómiai dolgot a tudatába, akkor van lehetősége arra, hogy minél kevesebb dolgot tévesszen el, és minél hibátlanabbul próbáljon meg döntéseket hozni, illetve a helyes úton megmaradni. Óriási dolog volt dr. Urbán Barna. Fizikatanárunk volt. Nem csak a fizikával foglalkozott. Első világháború után Japánban volt, és hát egy hihetetlenül jól képzett tanárunk volt, és filozófiát. Ha nehéz volt a órai anyag és feleltetési problémákat, akkor mondták, hogy kérdezd már valamit a tanárútól, kérdezd már valamit, mert ne kelljen felelni. És az ember földobott egy jó kérdést, biztos, hogy elment vele az idő is. Rengeteget tanultunk tőle, rengeteget. Annál is inkább volt érdekes, mert ugye a filozófiát azt valahol a tudományok tudományának tartjuk.
De van annyiféle filozófia, és nézet, és hangsúly, különösképpen ide-oda-omra téve, az eklektikustól a beavagyarult műsor, stb. Tehát ezek a dolgok nem lehet, hogy valamilyen módon eltérítsenek bennünket a helyes irányról. A többi tanáraim hasonlóképpen, a Orbán tanár úr, hát egy tündér volt, és ővele csináltuk a szellemi öttusát a gimnáziumba, és rengeteget tanultunk vele, és kaptunk ezáltal, és ez több volt mindig, mint a hivatalos anyag. És az ő személyiségük volt az, ami példát adott. Tehát az, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan lehet, hogyan érdemes, hogyan szabad. Tehát ez volt, ami a mi alakulásunkat, személyiségformálódásunkat nagyon nagy mértékben meghatározta. Az, hogy ezek az emberek nem csak személyiségek, hanem egyéniségek voltak, karakterek. És a Benkő Béla bácsiról is, hát fizika szertár őre, és hát egy olyan megállapítást kaptam tőle, hogy el nem tudom mondani. Ki kellett vágnom egy fát a kút mellett, és jó erősen megmozgattam, és láttam, merre vannak a gyökerei, és elvagdaltam a gyökereket, utána kidöntöttem. És azt mondta, fiacskám, te már oly sok oldalú vagy, hogy az már gömb! Ennél nagyobb elismerést nehezen kaphat az ember, mert tényleg ez egy olyan igazi meghatározás, és ha az ember sokoldalúságát valahol meg akarják fogni, akkor ezzel lehet talán a leginkább. De mindenki szinte felsorolhatnék, mert valamilyen módon nagyon meghatározók voltak. Természetes volt itt-ott egy kis negatívum is azért a tanáraim között, akik például, volt az egyik például, aki nem nagyon szerette, hogy én kívülről mondom az Adi verseket, meg innen is, onnan is, amondan is tudok idézni, és mert ő felolvasta azt, amit órán előadott. Hát ez nem volt számára díjazható, illetve számomra nem díjazta ezt az adottságomat. De ezt persze nem vette el a kedvemet, és nyilván ez olyan utat adott, ami és módszereket, és példát, ezen van a hangsúly, mert ennek a mentén tud az ember tényleg eredményeket elérni. 56-ba kerültem, nagyon fontos dolgot majdnem elfelejtettem, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. 48-an kezdtünk, 48-an voltunk elsősök, itt! Hihetetlen, van egy csodálatos kép, most mekkorára kinagyítottam, hogy minden arc hibátlanul legyen előttem, és tudjam pontosan, hogy ki kicsoda. És 28-an maradtunk az érettségre, mert aztán utána szétszették azt a nagy osztályt, és ennek volt az osztályfőnöke Héti Lajos bácsi, és a faluról jöttek a gyerekek. Jöttünk, majdnem mindnyájan. És az én osztályom, a negyedik, vagy az A osztály, az tiszta kollégista volt. Tehát mindenki kollégista volt. Tehát faluhelyről jöttek az emberek. Óriási, mert a falunak van olyan személyiségformáló ereje, hatása még a mai napig is, ami bizonyos vonatkozásokban pótolhatatlan. És ez egy óriási hiba, hogy erre nem teszünk elégszer utalást, és nem hivatkozunk erre különösképpen, hogy azok a közösségek, ahol a tanítótól, a lelkészekig, a nagytiszteletű úrig, mindenki valahol a része a közösségnek, mert ez elengedhetetlen a személyiségünknek a irumulásához, és ahhoz, hogy egyre inkább és jobban tudjuk a dolgokat, a problémákat megoldani.
Nagyon fontos, hogy nem vertikálisan, nem horizontálisan, hanem vertikálisan kell gondolkodnunk. A fejlődésről, meg a különböző fejlődési elméletekről hihetetlenül vad dolgok kerengnek, kerengtek, ugye Darwinról nem beszélve, ugye, aki ugye, hát nem egészen úgy mondta, hogy a materialisták próbálták meghatározni a dolgokat, és tudatosítani a tudományon belül is, és a világban is, különösen a labilisabb és nem hittel rendelkező emberekbe, illetve az anyaghívő emberekbe, mert az is hit. Tehát ha valaki az anyagba hisz, és a történelmi változtathatatlanság tanát hirdeti, akkor azt hirdeti. Hát tiszteletbe tartjuk, csak tudjuk, hogy ő csak a dűlött el. Tehát ahhoz, hogy én vertikálisan tudjak gondolkodni, akkor végig kell gondolni, hogy az archaikus létezés formája, amikor eszünk és ürítünk a maximum, utána a mágikus dolgok következnek, amikor egy dolgot tartunk nagyon fontosnak, és azt arra mondjuk, hogy semmi más nem boldogít, csak az az egy, és általában a helytelen érték meghatározásunk az, ami és sajnos ott is maradunk, amikor ezt elfogadtuk, akkor már ott is maradunk ebben az állapotban. Tehát a dolgoknak nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, mint ahogy kellene. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék még mondani. Hihetetlen komoly lelki vezetőm volt a pannonhalmi apátság egyik tanára, dr. Vagyó Tihamér. És amikor 52-ben, hogy hova menjek gimnáziumba, hát azt mondta, ide akarsz jönni, hogy akkor ha nem akarsz szerzetes lenni, vagy pap, akkor nem ajánlom, mert három éven belül biztos, hogy nem vesznek fel az egyetemre. Hát akkor nincs mese, akkor állami gimnáziumba kell menni, és oda megyek. Ami megdöbbentő volt később, amikor aztán Újszászi Kálmán bácsi a barátságába fogadott, és a végtelen sétákon, amikor hazakísérhettem, vagy a iskolakertbe sétálhattunk és beszélgetettünk, nem igaz, hogy mit, milyen hát, gondolatokat és problémákat lehetett felvetni, és többek között kiderült, hogy a Vanyó Tihamér Újszászi Kálmánt idézte, a református teológust, Újszászi Kálmán pedig a Vanyó Tihamért idézte. Nekem nem volt tovább problémám, hogy milyen vallásodban. Nincs jelentősége. Szóval ez egy olyan csacsiság, amin csak a nem teljességben gondolkodó ember képes a kákán is csomót találni. Következő szint a mitológikus, amikor már valamit kezdek kapizsgatni, és valamit a jó vagy a rossz irányába, vagy bizonyos tulajdonságok kiemelése, vagy hangsúlyozása kap hangsúlyt, és ez már előteljesen elgondolkodtatja az embert, hogy ezzel érdemes-e foglalkozni. Nekem megadta a Jóisten, hogy 49-ben, 11 éves koromban Kocs Györgynek a görög regélyét megkaptam, és az volt a mindenem, mert annyira érdekes és gazdag volt a maga példa és hitvilágával, hogy érdekes, vagy hogy nagyon hatott rám. És amikor olyan emberekkel kerülhettem össze, többek között, mint Ápril Lajos, vagy Fekete István, vagy Kittenberger Kálmán, vagy bárkivel, akkor nem volt nehéz azt mondani, hogy ez az, vagy amaz, mert tudtam, hogy mi hova tartozik, és honnét ered, és ezt valahol nagyon becsülték bennem az idősebb atyai barátaim. A következő szint, amikor mentálissá válunk, amikor már kezdjük az agyunkat használni.
tüneményes, csodálatos, hihetetlen teremtmények vagyunk, tudnék a saját magunk tárgya és alanya. Tehát én tudom önmagamat vizsgálni. Képes vagyok. Amikor ennek a lehetőségére rádöbbentünk, és ennek a lehetősége megvan, akkor van igazán értelme annak, hogy valamit fogunk tudni a környezetünknek adni, és végre tudjuk hajtani azokat a feladatokat, amiket kaptunk. Tehát észnek, a szellemnek az adottsága az valami hihetetlen. És akkor, amikor itt eleve elrendeltetésről beszélünk, akkor nem a sorsunkra, mint lehetőségnek a dolgairól van szó, hanem arról, hogy embernek teremtett bennünket az Isten, hogy megadta ezt a lehetőséget, és mérhetetlen szabadságot adott arra, hogy valamit így vagy úgy vagy amúgy csináljunk. A idejövetelemkor a tágabb környezetet, a iskolakertet próbáltam kicsikét földeríteni, vagy kideríteni, hogy mi hol van. És itt Pálóczi Horváth Máriának van egy csodálatos allegorikus szobra. Egy könyvet tart a kezébe, menne egy idézet. A tudás hatalom. Amikor ide kerültem 52-be, akkor tanulni kell mindegy. Őrült, és akkor, mert a fiatalba, a gyerekbe van, amikor megmarad, és még az agastyánba is a hatalom. Tehát minden áron, uralkodni valami fölött. Becher azt mondja, magamtól kérdem. Magamtól kérdem, ki vagyok. Gyermek. Magával mással játszó. Csupa álom. És mi szeretnék lenni? Fergeteg, mely végig zúg a végtelen világon. Uralkodni hatalom. Mit ad Isten 54-be Ápril Lajos csodálatos versei között a falusi elégiába? Aztán bolyongtunk messze, hányt vezetten, hűtlenül elhagytunk téged is. Tudás fájának áldozatja lettem, s halálország most már az élet is. Tehát a tudás az a halálországnak a teljes visszaigazolója, és semmilyen körülmények között nem ad lehetőséget arra, hogy túl tudjunk lépni a következő dimenzióba. Dr. Nagybozsóki József gondolataival egy hét múlva foglalkozunk még a Zemplén Televízió műsorán.